nagyon szeretem ezt a szakmát. Szeretek vendégekkel foglalkozni, szeretem azt a csillogást, amikor mondjuk elég teszünk egy kávét, egy ételt, egy jó italt, és elégedettek. Tizenhat országban csináltam cateringet, és szerintem elég magas szinten. Az egyébként nagyon nagy motiváció volt, azt kell mondanom, látni a külföldi vendégeket, hogy figyeljetek, akkor az van, nézzétek meg, itt tartom a magyar gasztronómia, és akkor elég tettük a tányért, és egy ilyen nagyon-nagyon jól összerakott, nagyon szépen megtálalt ételt kaptak magyar alapanyagokból, magyar ízekkel, magyar paprikával, magyar fűszerekkel, és láttam az arcukon, hogy megütköznek, hogy úristen, ez a magyar gasztronómia. Valahogy ez nagyon régóta bennem volt az, hogy jó lenne egy olyan helyet csinálni, ahol független önálló házak vannak, le tudnak jönni családok, le tudnak jönni párok úgy, hogy teljesen chillben és nyugiban vannak, de ha akarnak találkozni, akkor van egy ilyen központi épület, vagy egy klubház, ahol meg tudnak találkozni, és 5-6 évre rá, hogy ez a gondolat így kipattant az agyamban, úgy néz ki, hogy testet öltött fizikai valóságában ez az egész történet. De valahogy megragadott ez a környék, nem tudom, nekem olyan pozitív energiákat sugalt. Itt nagyon sok mindent lehet csinálni, kikapcsolódni, jókat aludni, nagyokat kirándulni, biciklizni. Egyébként ezt az egész birtokot a feleségemmel csinálom. És a név is egyébként róla neveztem el, nekem nagyon fontosak ezek a jelek, szerintem egy női név, ez nagyon pozitív és nagyon-nagyon előrevívő energia. Van egy gyümölcsösünk, ahol művészeti könyveket lehet olvasgatni, jókat lehet enni, jókat lehet inni, nagyon jó boraink vannak, nagyon tehetséges a konyhánk. Tehát ez a teljes kikapcsolódás, mi ezt kínáljuk a vendégeknek. Nekem elég sok olasz barátom van, és nagyon sokat jártam ki Olaszországban barátokkal, séfekkel, cukrászvilágbajnokkal vannak nagyon jó kapcsolataim, és hát a Krisztával rengeteget utaztunk együtt is, és nagyon, tényleg nagyon magával ragadó ez az egész toszkán táj. Viszont azt kell mondanom, hogy ez az Észak-Balaton, Balaton-felvidék, ez szerintem sokkal többet ad. Nem csak azért, mert látjuk egy ilyen gyönyörű panoráma, és látjuk a Balatont. Nem csak azért, mert hogy tényleg, hogyha arrébb megyünk 10-20 kilométerre, és egyszer mondjuk leveszünk egy kendőt a szemünkről, és körülnézünk, akkor azt hihetjük, hogy Toszkánában vagyunk. És mindez egyébként másfél óra Budapesthez képest. Ennek a tájnak a sok színűsége teljesen minden pillanatban lenyűgöz, bármelyik évszakban is vagyunk itt. A 20-as éveim közepére, végére datálódik a kezdet. Csináltam egy irodalmi kávéházat és a belvárosban, Budapesten. Nagyon sikeres volt egyébként. Viszonylag rövid ideig tartott. Érdekes volt ott elkezdeni megtapasztalni ezt a gasztronómiát. Nem árultunk például alkoholt, hanem nagyon jó teákat csináltunk, kávékat, nagymamák sütöttek süteményeket, és elképesztő milyen csapat került körém, kortárs írók, költők, ott olvasták fel a műveiket, színházakból jöttek oda színészek, olvasópróbákat tartani, rengeteg egyetemista járt oda, volt olyan egyetem, aki ott tartotta az óráit, szóval tényleg egy ilyen pezsgő kulturális élet volt. Majd utána szerettem volna ezt egy kicsit profibban működtetni, de hogy valahogy ez így mindig izgatott, hogy ne csak egy éttermet csináljak, és akkor így jött 98-ban az Articsóka, ami egyébként azért volt unikális, mert egy színházterem is volt, integráltam egy színházteremet hozzá, és egészen elképesztő. 2800 produkciót csináltunk meg 10-valány év alatt, és szinte nem tudnék olyan színész felsorolni, aki ne lépett volna fel, akár mint kis előadás, vagy egy talk show, vagy egy beszélgetés, vagy egy bármilyen kis produkció kapcsán.
nagyon sikeres volt, és ott kezdtem így a szárnyamat bontogatni. De hogy nagyon érdekes volt az, hogy elindultuk egy francia vonallal, belecsempésztünk egy kis magyar vonalat is. Nagyon sikeres volt, egy nagy hely volt ez az Artichoke egyébként. Egy életem egy nagyon szép része volt. Aztán utána az élet úgy hozta, hogy találkoztam kint Toszkánában az akkori cukrász világbajnokkal, és sikerült meggyőzni, hogy szakmaiak álljon mögém, és akkor megcsináltam az Angelo cukrászdát. Kint voltam náluk Firenzében, és akkor a barátom édesanyja főzött, és ez a tipikus la mamma, hogy akkor meg kell enned bármi is és bármennyi, és tényleg így rosszul étigettem, és akkor tartottam egy kis siestát, soha nem szoktam, és bementünk, és megláttam ennek a világbajnoknak a cukrász üzletét, és olyan sütemények voltak, amit így nem láttunk még. Tehát, hogy így itthon még csináltak ezeket a nagyon vajas, nagyon krémes, nagyon gej, ilyen nagyon megettél egy szeret tortát, és utána elájultál süteményeket. És akkor azt mondtam ott a többieknek, hogy ha meghalok, meg kell kóstolnom, mert annyira szép volt, és megkóstoltam, és azt mondtam, hogy megérkeztem. És akkor nagyon sokáig tartott egyébként, legalább egy év volt, amíg sikerült minden megállapodást csinálnunk, nála tanultak kint a cukrászaim fél évet, jött szakmailag, összeraktuk a cukrászművet, szóval fantasztikus dolgok készültek. Ezzel párhuzamosan, hát azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az első fine dining ételmet megcsináltam, ez volt a Malomtó. Egy olyan tehetséges szakács csapattal, akik a mai napig is a top éttermekben, sőt, van, aki Michelin-t kapott, csináltunk egy, nem értették még az emberek sajnos, legalább 15 évvel hamarabb megcsináltam, mint ahogy kellett volna, most már nagyon értékelnék és értenék is. Akkor jött az Alessio a második életben, ez most egy 14 éve működő, nagyon sikeres kis olasz étterem. Ott meg az volt a koncepció, hogy nagyon fontos, hogy hova lövünk, ez egy lokális hely, és nem akartam a világot megváltani, azt akartam, hogy egy nagyon korrekt menüt rakjunk össze, és az egész dizájn úgy van kialakítva, hogyha vendég megérkezik, akkor olyan, mintha otthon lenne a saját nappaliában. Ehhez társul egy nagyon jó házias olasz vonal, minden tészta ott készül, mindent ott csinálunk, nagyon jó alapanyagokból. Szerintem 10 embert tudok mondani ma Magyarországon, aki olyan régóta csinálja a szakmát, mint én. Ők nagyon-nagyon jó vendéglátósok, az egyik itt van éppen Dél-Balatonon. Szerintem biztos kell egy elhivatottság, a szakma szeretet, a kitartás és a szorgalom. Sokszor nem a pénzről szól, sőt, inkább nem a pénzről szól. Tehát, hogy én nagyon szeretem azt, hogy nem zavar, amikor följönnek vasárnap például, hogy szeretnének asztalt foglalni bármelyik helyre. Ezt választottam. Tehát, hogyha ezt nem szeretném, akkor csinálok egy olyan szakmát, ahol nem találkoznék emberekkel, de azt meg biztos nem szeretném. Tehát, hogy ez így teljesen jó. Hát én old school csávó vagyok. Tehát, hogy én tényleg szeretem a vendégeket, és szeretek közöttük lenni, és akkor azt nézni, hogy most nem számít, hogy egy pohár borral többet adunk, de inkább jöjjön vissza.